mindenre, de ha ki kellene emelnem egy dolgot, akkor azt mondanám legfontosabb az adataink védelme. Tehát az adatainkat mindenképpen védeni kell. Nem mindegy, hogy mit teszünk ki fényképen, nem mindegy, hogy kapcsolatra mit állítunk, milyen személyes adatokat osztunk meg a különböző platformokon, ugye nevezzük nevén Facebook, Instagram, most már ugye egyre elterjedtebb a TikTok például, azt is ide sorolnám. Illetve a másik, amiért itt kiemelnék az adatokon kívül, a megfelelő viselkedés. Hogy attól, mert egy okos eszköz előtt ülünk, úgy kell viselkedni, ahogy az utcán viselkednénk. Tehát, hogy ez a másik ilyen, amit kiemelnék. Tehát ez a kettő, amire nagyon figyelnék. Egyre jobban. Sőt, mondhatni már szerintem a rágalmazás, hogyha bűncselekményről beszélek, rágalmazás és becsületsértés, akkor már szerintem átment az ilyenfajta bűncselekmények a közösségi médiában elkövetési hely szintjéről. Mindenképpen azt mondanám, hogy a kommentekért való felelősség, tehát maga a kommentelés, azért felelősséggel tartozunk. Itt van egy érdekes joggyakorlat, hogy nem mindegy, hogy azt egy regisztrált oldalon tesszük, vagy regisztráció nélkül. Ha regisztráció nélkül, akkor természetesen maga a bejegyzést közzétevője a felelős, illetve az sem mindegy, hogy az adott posztot azt csak egy kis csoportban teszik közzé, úgymond az is. A kúria úgy állapította meg, hogy idézőjelben csak ismerősök látták, vagy mondjuk egy hírportál tesz, és az alatt van komment. Mert abban az esetben, hogy például egy hírportál alá kommentelünk, különböző véleménynyilvánítás van, ott már a szerkesztőség, tehát a posztoló, tehát a médiaszolgáltató is felelősséggel tartozik, de ettől függetlenül maga a kommentelő felelőssége is megállapítható, amennyiben utol lehet őt érni. Hát ha kettőt kéne kiemelnem, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy a rágalmazás és a becsületsértés. Az emberek valahogy az offline világról átértek az online világra, és ahogy az előbb említettem már, hogy sokkal bátrabbak. Tehát otthon, vagy bárhol, okos eszköz előtt, nem, név nélkül, arc nélkül, mondván gondolják ezt, de ugye tudjuk, hogy ott van egy név, meg egy arc is, meg egy helyszín, tehát hogy mindent lehet látni most már, bármit lemernek írni, mondván, hogy úgy se lehet felelősségre vonni, aztán később kiderül, hogy mégis. A rágalmazás az mindenképpen egy tényállítással valósul meg, a becsületsértés az pedig egy minősítéssel. Tényállítás lehet a rágalmazásnál, amikor azt mondja valaki, mondjuk leírja azt, hogy XY ellopott valamit. A becsületsértésnél megmondanám ugyanerre példára, hogy letolvajozzon valakit. Az egy becsületsértés inkább. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre inkább foglalkozik, és már azért van egy tetemes joggyakorlatunk e tekintetben. Pár évvel ezelőtt még ez nagyon csekély volt, de az idő előrehaladtával és a jog is próbálja fölvenni a technikával a versenyt, ugye, mert itt van egy érdekes helyzet, hogy a jog ugye az mindig lassabban alakul, mint maga a technika. Itt, ami már tegnap kijött, az jövő héten már egy elavult dolog lesz. Tehát és ezt folyamatosan alkalmazkodni kell. Minden social media felületen most már vannak biztonsági irányelvek, amelyekben tájékoztatják, hogy milyen jogaink és milyen kötelezettségeink vannak. Ugye ez kötelező az Európai Unión belül. De hogy valóságban mennyire tudják az emberek, szerintem semennyire, mert simán rákattintanak, hogy elfogadva csak legyen már ott a fő oldal. Tehát, hogy de talán egy fél éven belül az emberek egyre jobban elkezdenek ezután érdeklődni. Vagy legalábbis akkor, amikor problémájuk lesz. Azt mondanám, hogy minden esetben, hogyha úgy érzi az ember, hogy olyan poszt, komment történt
a személy ellen, amely rágalmazó, becsületsértő, vagy személyiségjogi pert lehetne polgárjogi igényt érvényesíteni, azt mindenképpen mutassa meg ügyvédnek, és majd a szakember eldönti, hogy adott kontextusban az megállja helyét, avagy sem. Első körben fel kell szólítani aki a jogsértést elkövette. Amennyiben a jogsértés mértékében foglaltaknak nem tesz eleget, tehát gondolok arra, hogy nem törli a posztot, nem kér bocsánatot nyilvánosan, vagy ezt az egészet figyelmen kívül hagyja, abban az esetben indul egy per, ahol viszont más sérelemdíjat is kell fizetnie adott esetben a jogsértőnek.